Ikrek, november első fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Misztikus időszak lesz. Nagyon misztikus. Tehát az egész november érdekes, izgalmas. De nézzük, november 1-től 15-ig mi várható? Hát 1-én rögtön új hold a Skorpióban. Micsoda szinkron! És ami nekem itt nagyon tetszik, hogy a Szaturnusz támogatni fogja ezt az új holdat, a szigorú Szaturnusz. Tehát, ha valamit elkezdünk, akkor az biztos, hogy sikeres lesz. November 15-én viszont teli hold a Bikában. Na de nézzük a kártyákat, az energiákat, pozitívum. Valamilyen lehetőség jön. Ó, de jó! Jön a pénz, aprót, érmék, értékek, aprót, kezdés ráadásul. Tényleg érdemes valamit elkezdeni, pénzt fog hozni nekünk ez a kezdés. Az elején lehet, hogy még nem nagy pénzről lesz itt szó, de ez az aprót ki fogja nőni magát. Tehát ha ez egy vállalkozás, ha például elindítunk egy vállalkozást, akkor ki fogja nőni magát. Majd fog hozni egy jó pénzt fog hozni ez a vállalkozás. Az aprót gyermekek. A gyermekekre pénzkiadás. Hát igen, de ez is pozitívum. Van ez így, hogy ilyen kellemes pénzkiadás. Nos, föld energiával elindítottuk ezt a kirakást. Jó itt valamit elkezdeni. Tehát ez az új hold is nagyon jó nekünk, és ez a kártya is a kezdés. Jó ez. 8-as botok. Erős tűzenergia. Erre a kártyára azt szoktam mondani, hogy na ő maga a postás. Mit hoz nekünk a postás? Valamilyen hírt, levelet, csomagot, kaphatunk üzenetet. Több kommunikáció lehet itt, több utazás lehet itt. Nagyon gyors ez a kártya, a leggyorsabb. Lehet, hogy gyorsan fog jönni ez a bizonyos lehetőség. Gyorsan el kell ezt kapni. Gyorsan kell ezt megragadni ezt az értékes lehetőséget. Egyébként ez a 8-as mutat utazást is. Repülőutat szokott mutatni nagyon gyakran. És amit még szokott mutatni, ráadásul itt van egy fehér kalap, ez mindig egy jó jel nekünk, itt a fehér kalap, hogy az a bizonyos dolog, amit nem tudtunk eddig elintézni, valahogy sehogy sem, valahogy megállt, valahogy folyamatosan egy álló helyzetben vagyunk, vagy azt érezzük, hogy egy álló mocsárban vagyunk, most végre valahára valahogy elmozdulunk abból az álló helyzetből, valahogy jönni fog a megoldás. Közelebb lehetünk a célhoz, mint azt, hogy gondoljunk. Hetes. Ez levegő energia, a ti energiátok. Nagyon jó, hogy a pozitívumra kapjuk ezt a kártyát, mert a tolvajok kártyája. De ez a kártya maga a ravasság. Lehet, hogy nekünk lesz egy ilyen kis ravasz ötletünk. Valamit kitalálunk, és ebből nagyon jó dolog tud kisülni. Főleg, hogy az apród ugye felette van. Egy jó ötlet, valamit elindítani, egy új terv születhet. Fogjuk tudni a megoldást, nem hiába, itt ez a 8-as is. Nem tudtunk eddig valahogy itt átjutni ezen a hídon, valahogy sehogy sem. És most, tehát ezt a 8-as is nekünk már mutatja, hogy most ez sikerülhet, megtaláljuk a megoldást. Kardok, ész, az észszerű megoldást megtaláljuk. Jó ez. Tehát lesz itt
sikert. Na, megyünk tovább. Élnek a kártyák a kezemben. Nem hiába, nagyon akartak jönni ezek a fekete macskák. Ősszel szeretek velük dolgozni, főleg októberben, novemberben. 9-es, és megint kardok, megint levegő energia, ti energiátok. Nagyon jó, hogy ez a kártya pozitívumra jön, mert az egyik legnehezebb kártya, az egyik legfájdalmasabb kártya, az egyik legszúrósabb kártya. Hát igen, itt van csalódás, de mivel a pozitívumra jön ki nekünk, mi megszabadulunk ettől a szúrós helyzettől. Tehát egyik kártya, másik kártya, harmadik kártya már üzeni nekünk, hogy valamitől mi megszabadulunk. Tehát megtaláljuk azt a megoldást. Egy szúrós dologtól végre valahára sikerül megszabadulni. Egy tehertől, egy nyomós dologtól. Kardok, gondolat, a negatív gondolatoktól is itt megszabadulhatunk. Azoktól kell is. Tehát semmi jóra nem visznek minket. Egyáltalán csak rombolnak a negatív gondolatok. A pozitív gondolkodás az egy varázslat, az egy csoda. És itt a napocska, a legszebb kártyát megkaptuk, a legjobb kártyát. A nap be fogja ragyogni az életünket. Végre valahára megkapjuk a boldogságot, a sikert, a pénzt. Nagyon jó pénzt mutat ez a kártya. Ha azt mondtam, hogy ez a kártya, ez kis pénz, hát akkor ez a kártya, ez nagy pénz. Ez már tényleg nagy pénz. Kardok. Hivatalos ügyek, hivatalos dokumentumok, jogi ügyek is ide tartoznak. Lehet, hogy végre valahára véget ér egy ilyen szúrós húzavona. Két kártyánk van, a gyermekek kártyája az egyik, és a másik plusz információ valakinek. Ugye a kardok szúrós eszköz, az egészségügy is ide tartozik, a műtétek is ide tartoznak. Lehet, hogy nem jött össze az a gyermekáldás sehogy sem. Folyamatosan kellett járni az orvosokat, a szúrós eszközöket itt alkalmazni kellett, és most már végre valahára ez sikerül. Sikerül a gyermekáldás. Ez plusz információ valakinek. És itt a király. Na hát ő céltudatos, ráadásul a kártyapakli alján, itt van még egy király, ez viszont levegő energia, ez tűz energia, ez viszont levegő energia, ez viszont maga, tehát az ikrek. Az ikrek elérik a célt. És minek köszönhetjük ezt? Kardok, ez ész, a logikának, az észszerű döntéseknek, a hidegvérnek, a türelemnek, a higgadtságnak. És ez a király, maga a tűz energia, ő aktív, ő céltudatos, ő eléri a célt, ő bátor. Ez a tűz energia visz minket a célokhoz. Ez kettő az egyben, hát ez egy jó erős Jolly Joker. És ami még nekem itt nagyon tetszik, hogy a kardok királya alatt itt van a halál, a nagy változás. És pozitívumra valami véget ér, és valami új elkezdődik. Nagy változás. Véget ér ez a szúrós dolog. Végre valahára. És megkapjuk a napocskát. És megkapjuk a boldogságot. Egy boldog új élet akár várhat ránk. Sőt, ez a kártya, ez itt a hold. Itt a hold. Új hold, teli hold. Új holdkor, teli holdkor. Kaphatunk valamilyen
gyönyörűséges lehetőséget, valamit, új hold új dolgot ad nekünk, új információt, a teli hold viszont valamit szeret befejezni, valamit szeret nekünk kivilágítani, egy titkot, lezárni például a nehézséget, megtalálni valamit, a megoldást, és ez maga a főnix madár. Hamuig leégni és újjászületni. Erős, nagyon erős kártyák. Tetszik nekem, hogy a pozitívumra kaptuk őket. Pozitívumra. És ez a kártya az élet és a halál. Valami rossz véget ér, és valami új megszületik. Megyünk tovább. Negatívum. Egy kis figyelmeztetés. Mi az, amit el lehet kerülni? A mágus. Erős kártya. Erős kártya. Ha van itt valamilyen mágikus, negatív hatás, azt már külön kellene nézni. Ebbe itt nem szeretek belemenni, tehát ez egy külön világ. A mágus azt üzeni, hogy én mindenre képes vagyok. Én el tudom érni a célt, a célokat. De a negatívumra kaptuk, tehát ez itt blokkolva van. Mi az, ami blokkol? Blokkol. A negatív gondolat. A kis hitűség. Hetes, ez viszont a diadalszekér. A diadalszekér. Nem tudjuk elérni itt a célt. Nem tudunk előre haladni, mert valami minket gátol. Valami vagy valaki visszahúz. Ez lehet akár egy családtag, de akár a negatív gondolat, gondolkodás. Nézzünk csak tovább. És megint, megint egy lovacska, lovacska. Utazást mutatnak, ez lovag, ez levegő energia, ez kardok, a ti energiátok. A diadalszekér és a lovag nagyon gyakran mutatnak utazást, költözést például, autóvásárlást, vagy kerékpárvásárlást, tehát itt lehet valamilyen gubanc. Ráadásul ugye kardok, dokumentumok, ott a dokumentumokban történhet valamilyen hiba, és ez a lovag hát szereti a csetepatékat, a veszekedéseket, a visszájt, szereti. Mutat ilyen szúrós dolgokat. Tehát, ha aláírunk valamilyen szerződést, például egy hivatalos dokumentumot, érdemes azt elolvasni. Vagy szakemberhez fordulni. Hármas, megint kardok. Ez az összetört szívnek a kártyája. Ez a csalódás. Ez a hátba támadás. És megint kardok. Mindent, amit mondunk, írunk, aláírunk. A pletyka is ide tartozik, a szócsaták, ugye, ide tartoznak. Szódobálózás, csúnya szavakkal itt szó, dobálózhatunk egymásra. Mindent, amit írunk, aláírunk, aláírhatunk valamit, amit megbánhatunk később. Hárman lehetünk, a szerelmi háromszög, az is ide tartozik. Hárman nem tudunk megegyezni valamiben, mindenkinek más lehet a véleménye. A családtagok nem tudnak megegyezni. Ide utazunk, vagy oda utazunk, ilyen autót vegyünk, vagy olyan autót vegyünk, adjam el az autót, vagy ne. Négyes, és megint kardok. Négyes, levegő energia. Mit látunk a kártyán? Hát el van törve a lába. Ez a kártya maga a megállás. Hát itt is megállt egy picit az élet, mert ugye eltört a lába, várni kell, mire az a lába meggyógyul. A megállásnak a kártyája, a várakozásnak a kártyája. Viszont ami nekem tetszik, hogy a pozitívumon kaptunk egy hetest, ugyanúgy kardok, tehát ez a hetes nekünk segít valamit kitalálni, megtalálni azt a kiskaput, megszabadulni ettől a négyestől, ettől a szúrós
problémától. Ez viszont nekem tetszik itt. A betegségnek a kártyája is. A betegségnek a kártyája. Tehát a betegség is meg tud minket állítani. Rendesen. Na de ez a kártya csak úgy nem szokott megjelenni. Akkor jelenik meg, ha túl vagyunk egy ilyen nehéz, egy stresszes időszakon. Egy olyan időszakon, amelyik minket tényleg megtépet. Nagyon sok a kard. Ez a ti energiátok, de nagyon sok. Tehát a pozitívumon is nagyon sok kardot kaptunk, és a negatívumon is, igen, tehát ez itt, a negatívumon 1, 2, 3, és a mágusnak is megvan az a bizonyos kard, mert a mágus mind a 4 energiával rendelkezik, és a pozitívumon is azért 1, 2, 3, de itt a halál, ott is, ott a kassa, ott is az a szúrós eszköz. Tehát vannak itt kardok. Tehát a pozitívum is nekünk megmutatta, ugye ezzel a 9-essel, hogy azért van itt nehézség, van itt valamilyen nehéz szúrós helyzet, és bizony, még ha mi ezt le is győzzük, még ha sikerül is ezt megoldani, tehát akkor is ez nem könnyű, ez az egész időszak, ez egy jó kis stresszes időszak. Amit még szeretnék mondani, ez a kártya akkor szokott még megjelenni, amikor túl sokat dolgozunk. Túlhajszoljuk magunkat. Tudjuk, hogy meg kell állni, tudjuk, hogy pihenni kell, tudjuk, hogy többet kell aludni, tudjuk, hogy szabadságra kell menni, tudjuk, hogy regenerálódni kell, de mégsem tesszük meg. És akkor az univerzum közbeszól, és ad nekünk egy ilyen kártyát, és megállít minket 4-es, 4 napra ad egy kis lázat, egy kis ezt, egy kis azt, és azt üzeni nekünk, hogy hát ha nem álltál le te magad időben, akkor most én meg foglak téged állítani. Itt van neked ez a kis láz, ez a kis nádha. 4 napig most ágyban leszel, és regenerálódni fogsz. Nekem akkor jött ki ez a kártya a Covid alatt, 2020-ban. Tehát én is az a típus ember vagyok, mint sokan mások, akik folyton éjjel-nappal mennek. Nálam ez már 19 és fél éve tart. Folyamatosan, se éjjelem, se nappalom, és megállított engem az univerzum, tehát én is covidos lettem, és alig vártam, hogy én covidos legyek, mert én tudtam, hogy nekem nem lesz semmilyen nagyobb problémám, de én 2 hétig pihentem, és regenerálottam, és feltöltődtem, és ez nekem annyira, de annyira kellett. Nos, megyünk tovább. 11-es, ez karmikus kártya. Ez komoly kártya, nagyon komoly, és a komoly dolgok ide tartoznak. A bírósági ügyek, fontos valamilyen dokumentumok, vizsgák, tehát itt lehet valamilyen gubanc, vagy éppenségesen valamilyen megállás. Még nem ért véget az a bizonyos fontos ügy, fontos dolog, hivatalos dolog. Ez nem jelenti azt, hogy november végén nem kapjuk meg, vagy egy fél év múlva nem sikerül ezt lezárni, de most még itt van valamilyen blokk. Megyünk tovább. A tanács. Ugyanaz a 9-es ég, 9-es a levegő energia, nagyon nehéz kártya, de ő nekünk megjelent nem a negatívumon, hanem a pozitívumon, és ez nagyon jó. Tehát egy ilyen szúrós, fájdalmas helyzet véget ér. Sőt, ha mi ezt akarjuk, mert kardok a mi akaratunk, a mi döntésünk, kardok ész, döntés, akkor ez vége fog térni. Úgyhogy itt van a megerősítés. Véget ér egy szúrós, fájdalmas
dolog, de mit mondanak nekünk még a mindennapi boszorkányok? Jaj, de jó, csak egy picikét még türelmesnek kell lenni. Hetes, és ez föld energia, a türelem kártyája. Nem hiába dolgoztunk, vagy nem hiába itt elkezdjük ezt a új dolgot, ugye ez is érmék, és ez is érmék, az sikeres lesz. Csak egy picit türelmesnek kell lenni, tehát kvázi, ugye a gyermekek kártyája, a gyermek is milyen, hát gondoskodni kell, ápolni kell a gyermeket, de ő is megnő egyszer. Tehát a türelem rózsát terem. Nem hiába dolgozunk, megkapjuk a pénzt, megkapjuk az eredményt, csak még egy picikét várni kell. Lehet itt látni, hogy itt a szőlő, hát még nem ért meg, még egy picikét várni kell. Még nem lehet szüretelni, de már nem sok maradt hátra. Plusz információ, ez a kártya is a gyermekáldásnak a kártyája. A gyermek. A gyermekünk lehet a vállalkozásunk is például, amit elindítunk. Bármi, amit elkezdünk, a kvázi olyan lehet nekünk, mint a gyermekünk. Gondozni kell ezt, oda kell ezt figyelni, bele kell ezt fektetni, de megkapjuk az eredményt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!